Üdvözöllek, itt Ühészem volt Zoárt. Ebben a mai videóban a közfényről lesz szó. Ételekről és mikrotápanyagokról, melyek segíthetnek abban, hogy megszabaduljunk ettől a sokszor igen fájdalmas problémától. Közfény esetén megnövekszik a vér húgysav tartalma, és húgysavas sók rakódnak le a különböző szövetekben, elsősorban az ízületekben. A közfény egyfajta artritiszes problémát, fájdalmat okoz, és gyakran alakul ki vesekő is a közfénnyel párhuzamosan. Nézzük meg először is, hogy mely ételek állnak leginkább a közfény kialakulása mögött. Először is a cukor, a finomított szénhidrátok és a magas fruktóz tartalmú modern ételek és italok, főként például a kukoricaszirup, ami rengeteg tömeggyártásból származó termékben benne van. Okozhatja a közfényt az éveken át tartó túlzott húsbevitel is, főként akkor, ha kevés zöldséget fogyasztunk a húsételek mellé, például ha paleo diéta szerint táplálkozol, de túlzásba viszed a húsokat és a zsírokat, azaz nagyon alacsony a zöldségek aránya a táplálkozásodban. A harmadik okozója lehet a közfénynek valamilyen vese probléma, ha például valamilyen oknál fogva a vese vérszűrő képessége csökken. A vízhajtók hosszú távon ugyancsak megnövelik a közfény kialakulásának kockázatát. És ötödiknek még az alkoholt is fontos megemlíteni, melyet ugyancsak célszerű elhagyni. Mindezekből következik az első fontos lépés közfény esetén, kizárni a táplálkozásból azokat az ételeket, amelyek súlyosbítják a helyzetet, amelyekről az előbb szó volt. Tehát a finomított szénhidrátokat, főként a cukrot és a fruktózt tartalmú ételeket, illetve célszerű visszaszorítani a húsokat, az állati zsírokat is. A második lépés, ami sokat segített a közfény tüneteinek csökkentésében, az a káliumcitrát. A káliumcitrát a legjobb vegyület, amit közfény esetén, mint vesekő esetén fogyaszthatunk. Ez a vegyület a húgysav pH értékét lúgos irányba tolja el, melynek következtében több húgysav válik ki a szervezetünkből, azaz végeredményben csökken a húgysav szintje a testünkben. A káliumcitrátból nagyobb dózist célszerű bevinni, közfény esetén legalább napi 1000 mg-ot. A harmadik lépésben fontos megemelni a zöldségek, főként a zöldszínű zöldségek arányát a táplálkozásban. A zöldszínű zöldségekben, mint a kell, a mángold, a brokkoli, a kelbiba, ugyancsak sok kálium van jelen, és abban segítenek, hogy a szervezetünk ugye megszabaduljon a közfény következtében létrejött lerakódásoktól. A zöldségek közül kiemelném a zellert, mely kifejezetten hatékony közfény esetén. A zeller lehet ugye gyümölcslé formában inni, vagy ugye vannak kapszulázott étrendkiegészítők is. A negyedik a fekete cseresznye, mely mivel csak pár hétig terem a nyár elején, ezért elsősorban gyümölcslé vagy étrendkiegészítő kivonat formában lehet fogyasztani egész évben rendszeresen. A fekete cseresznye csökkenti a gyulladásokat, illetve segít feloldani a húgysav okozta lerakódásokat a szervezetben. Az ötödik a csalán. A népi gyógyászat szerint a csalán az egyik legjobb gyógynövényünk a közfény ellen. Készíts csalánteát is, így áll belőle rendszeresen naponta 3-4 alkalommal egy-egy pohárral. A hatodik lépés a közfény visszaszorításához az a magnézium, amiből inkább a természetes, azaz a kelátkötésűt érdemes választani. A magnézium abban segít, hogy a vér jobban áramoljon az erekben, melynek következtében csökkenhet a kristályosodott húgysav mennyisége az ízületekben, mert ugye a vérrel együtt a húgysav is folyamatos mozgásban van, mindaddig, amíg ugye ki nem ürül a szervezetből. A hetedik a bromelain enzim, ami főként az ananászban található meg, tehát egyél minden nap ananászt, vagy így áll valódi ananászból készült levet, illetve kapható bromelain kivonatot tartalmazó étrendkiegészítők is. A bromelain gyulladás csökkentő hatású, csökkenti a közfényes rohamok számát, segít lebontani a húgysav kristályokat, és végeredményben csökkenti a közfényes fájdalmakat. A bromelain mellé érdemes kvercetint is szedni, ez lehet a 8. mikrotápanyag. A kvercetinnek hasonló hatásai vannak, mint a bromelainnak, illetve egymás hatásait nagyon jól ki tudja egészíteni ez a két anyag. A kvercetin is csökkenti a húgysav szintet, ezzel pedig a fájdalmakat és a közfényes rohamok számát.
9-nek a lucernát lehet még bevetni. A lucernából kapható por, kapszula és tablettázat változtató készítmények is. A lucerna egy természetes gyulladáscsökkentő, segít semlegesíteni a húcsavat a vérben, és erős antioxidáns hatása is van. A 10. pedig a Boswellia serrata, egy hatékony gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító gyógynövény, ami főként kapszulázott étrendkiegészítőként tudod biztosítani a testednek. Ez a növény hatékony ízületi gyulladásos problémák, például reuma esetén is. Ennek a gyógynövénynek a hatóanyagai képesek megakadályozni a gyulladásokat okozó fehérsejtek bejutását a sérült szövetekbe, illetve növelni tudják a gyulladásos ízületek vérellátását, ezzel ugye segítve a közfény okozta ízületi és sportkárosodások helyreállítását. Még egyszer a végén összefoglalva az én véleményemet a legjobb megoldásokról közfény esetén: kizárni a táplálkozásból a legfőbb húcsavnövelő ételeket, a káliumcitrát szedése, a zöldségek arányának megemelése a táplálkozásban, a fekete cseresznye fogyasztása, a csalántea ivás rendszeresen, a 6. a magnézium, a 7. a bromelain enzim, a 8. a kvercetin, a 9. a lucerna és a 10. a Boswellia serrata. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam vele neked segíteni. Felül megtalálod a webshopom linkjét, nézd be oda is. Személyes kérdéseidet küldd nekem e-mailben, és ha értesülni akarsz a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!